növekedési potenciáljának, növekedési képességének erősítésében van, akkor tudna a forint újra megerősödni. Hát mostanában azért innen-onnan duzzognak, hogy a Magyar Nemzeti Banknak az lenne a dolga, hogy sokkal alacsonyabbak legyenek a jegybanki alapkamatok. És akkor milyen jó lenne? Hát nézze, ugye el kell dönteni azoknak, akik a Nemzeti Bankot kritizálják, hogy mit szeretnének, mert sokszor azért kritizálják, mert magasak a kamatok, sokszor azért most, mert gyenge a forint. Most, ha tovább csökkentenénk a kamatot, az nyilván vélhetően még gyengébb forintot eredményezne. Tehát kettőt együtt nem lehet kritizálni, illetve lehet, csak annak nincs értelme. Jó, az ország csődről nem akarom kérdezni, úgyse válaszolna rá, inkább másképpen kérdezem. Ön szerint most messzebb vagyunk egy esetlegesen fenyegető országcsődtől, mint mondjuk 2 hónappal ezelőtt, vagy 3 hónappal ezelőtt? Mindenképpen messzebb vagyunk, de azt látni kell, hogy az a rendkívüli kamatemelés, amit mi megléptünk októberben, a Nemzetközi Valuta Alap és az Európai Unió hitele, az adott egy puffert, egy tartalékot a magyar gazdaságnak, időt tudtunk adni a magyar gazdaságnak, hogy azokat a fundamentális alapvető átalakításokat megtegyék, amik erősíthetik a magyar gazdaság növekedését, és ezeket a lépéseket kellene a kormánynak megtennie. Most nem akarok én önből egy, hogy mondjam, csak egy váteszt csinálni, de ön olyan 10 hónappal ezelőtt, ugye, 2008 márciusában írt egy cikket, hogy mi mindent kéne csinálni. Nem mondom, hogy ön egyedül, de hát történetesen ön akkor azt hiszem, hogy részben mások előtt írt egy cikket. Ennek az volt a lényege, hogy drágán is keveset termelünk, ugye, és hogy körülbelül 2,5 milliárd forintot valahogy csökkenteni kellene az államkiadásokból, ugye? Történt ebből valami? Hát én most nemrégen elolvastam azt a cikket, amit én tavaly húsvétkor újjászületés címén írtam, és azt kell mondjam, hogy minden sorát, minden mondatát továbbra is vállalom, és igazából azokból rendkívül kevés, vagy talán semmi nem valósult meg. És akkor tulajdonképpen visszatérünk oda, hogy mi, és ha azokat akkor ott meglépték volna, akkor ma a magyar gazdaság sokkal kevésbé lenne sebezhető, mint amilyenek mi vagyunk. Nem tudtuk volna elkerülni a válságot, hiszen a világ egyik országa sem tudta volna elkerülni a válságot, csak minket kevésbé érintett volna, most minket jobban érint, mint látjuk, mint a környezetünkben lévő országokat. Tehát a probléma továbbra is ugyanaz, hogy drágán termelünk, miért termelünk drágán? Azért, mert magasak az adók. Miért magasak az adók? Azért, mert a gazdaság teljesítőképességén túl, felül költ a magyar állam különféle célokra. Azért vagy problémás a magyar gazdaság, mert kevesen dolgozunk. Miért dolgozunk kevesen? Azért, mert nem ösztönözzük minden erőnkkel a lakosság összes rétegét, hogy munkát keressen, hogy próbáljon dolgozni. Lehet, hogy akkor sem találna munkát, de ösztönzőket lehetne javítani. Mi a következő probléma? Nincs elég verseny a magyar gazdaságban, csomó olyan része van a magyar gazdaságban, ahol monopóliuk vannak, amik meg vannak védve a versenytől. Tehát ezeken a dolgokon kellene változtatni, és lehetne változtatni. Most sok ember úgy érzi, hogy a válság elütött minket, és nincs kiút. Van kiút. Csak meg kéne lépni azokat a változtatásokat, amik sokan évek óta követelnek. A válság az csak felerősítette a problémákat, az nem teremtette a problémákat. Ez világos, elnök úr, de ha 2008 márciusában, tehát 10 hónappal ezelőtt, amikor ön ezt írta, és amikor azért, hogy mondjam, csak az átlag magyar jobb helyzetben volt, mint amilyenben ma érzi magát lélektanilag mindenképpen. Nem tudom, hogy a pontos számokban valóban akkora a különbség. Akkor miből gondolja az, hogy ezt most bárki megcsinálja, ha akkor nem csinálták meg? Hát azért gondolom, mert kezd egyre elkerülhetetlenné válni. Ki fogja mondani, hogy elkerülhetetlen? Hát nézd, én nem tudom, hogy ki fogja kimondani, az emberek észre fogják venni előbb-utóbb. Miből? Hát abból, hogy egyre rosszabb lesz a helyzet. Hát ha nem lépünk, akkor még rosszabb lesz a helyzet, és még rosszabb lesz a helyzet, és addig lesz rosszabb a helyzet, amíg nem lépjük meg ezeket a változtatásokat. Előbb-utóbb el fogják hinni a döntéshozók, politikusok, véleményformálók, és az emberek is, hogy ezen az úton nem lehet tovább menni. Önök mégis választanak közben kis lépéseket is. Ha jól értem, ezen a héten kihirdették, hogy egy olyan 5 milliárd eurónyi mindenféle alapokat nyújtanak bankoknak, hogy hitelezzenek egy kicsit könnyebben, bátrabban és főleg gyorsabban. Ettől mit remélnek? Hát azt reméljük, hogy lassítani tudjuk a vállalati hitelállomány visszaesését. Azt reméljük, hogy több euró forrás államik a gazdaságba, és ettől a bankok talán egy kicsit bátrabban hiteleznek. De megint azt kell mondjam,
hogy a Nemzeti Bank a hitelezési problémát nem tudja egyedül megoldani. Mi egy valamit tudunk, likviditást, pénzt adni a bankoknak, hogy hitelezzenek. De hogy ők fognak-e hitelezni, az az ő döntésük, hogy mernek-e kockázatot vállalni egy olyan gazdaságban, ami belekerült valamiféle lefelé menő spirálba, ez az ő döntésük. Tehát ők is azt látják, hogyha nem növekszik a gazdaság, ha nem látják a gazdaság növekedési lehetőségeit, akkor lehet, hogy félreteszik ezt a pénzt, és nem fogják kihitelezni. És ez a kérdés nem csak önnek szól, ezt még föl fogom tenni a műsorunk következő vendégeink is. Tegyük fel, hogy egy bank hajlandó hitelezni. Tegyük fel, hogy van egy cég, ami szeretne szívesen hitelt fölvenni. Van is neki munkaereje. Honnan lennének megrendelései? A magyar ipar teljesítmény, jól emlékszem, hogy egyébként hirtelen a múlt év utolsó negyedében 23%-kal csökken, ami példátlan a KSH történetében. Hozzáteszem egyébként nem csak a magyar ipar teljesítménye, mert ugye a Közép-Kelet-Európában olyan 15-20%-kal csökken. Jó, de a spanyoloktól 19%-kal sokkot kaptunk, majd utána 4%-kal fölütöttük őket. Igen, de ezt tudom, hogy ez senkit nem vigasztal. Én azt gondolom, hogy a megrendelések csökkennek, nyilvánvalóan Magyarországon is, meg külföldön is. Ebben a versenyben újra elosztás van. Tehát itt az marad életben, aki olcsóbban, jobban tud termelni, mint a többiek, és az el fogja venni a többiektől a piacot. És hogyha a magyar gazdaság továbbra is olyan gyenge marad, mint amilyen eddig volt, akkor nem csak annyival esünk vissza, mint a többiek, hanem jobban visszaesünk. Ha ezen tudunk változtatni, akkor a többiek fognak jobban visszaesni, és mi fogunk kevésbé visszaesni. De nem szeretném, hogyha valaki azt hinné, hogy ha azokat a nagy változtatásokat meglépi a kormány, amiket én és még nagyon sokan mások javasoltak volna, akkor itt egyik napról a másikra megváltozik. Itt azt gondolom, hogy egy 2-3-4 éves keserves folyamat eredménye lehet csak az, hogy a magyar gazdaság visszanyeri az erejét. Tehát aki ma itt rövid távon jobbulást, javulást ígér, én azt gondolom, az nem mond igazat. Itt azok a változások, amik meg kellene, hogy történjenek, ha megtörténnek is, sokáig fognak eredményt hozni, soká tart, amíg eredményt hoznak, és emberek százezereinek nagyon fognak fájni. Csak mégis kiutat biztosítanak. Ha ezeket nem lépjük meg, akkor mindenkinek fog fájni, és sokkal rosszabb lesz mindenkinek. Magyarul a legkevésbé rossz, vagy a viszonylag legjobb forgatókönyv, amit itt ön ma este mond, hogy az évtized közepére, mármint a következő évtized közepére, valamivel jobb helyzet kerekedhet, mint ma, ha nagyon gyorsan kezdődnek a változások, jól értem? Én azt gondolom, hogy 2012-2013 körül lehet eredménye egy komoly átalakításnak, amit ma kell elkezdeni, és ha nem kezdődik el, akkor az egész probléma elhúzódik, és gyorsuló ütemben fog a helyzet romlani. Elnök úr, nagyon köszönjük, várjuk Önt máskor is, köszönöm. Köszönöm szépen. Itt egy szavazás. Önt érinti, a 300 forintos euró kérdeztük a honlapon. Természetesen nem reprezentatív fölmérésről van szó. Igen, már megnőtt a hitelem törlesztő részlete, válaszolja 60% sárgával, majdnem 2/3 válaszolóknak. Igen, ezért halasztottam el a külföldi utamat, mondja 6% ugyancsak, 1/15 a válaszolóknak. Nem vásárolok külföldi árut, mondja 13%, és nem, szinte egyáltalán nem költök, mondja 21%. Mindjárt meghalljuk, hogy mit mondanak a profik. Vendégünk Felcsuti Péter, a Bankszövetség elnöke, bankvezérigazgató. Jó estét kívánok! Dávid Ferenc, a Vállalkozók Országos Szövetségének főtitkára. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És Hein Péter, az EGON Magyarország Befektetési Alapkezelő ZRT elnök vezérigazgató. Jó estét kívánok! Sikert végigmondanom. Hein úr, mennyi pénz kezelőn? Ha nem titok. Olyan Magyarországon 850, és úgy összesen a régióban olyan 1500 milliárd körül. 1500 milliárd forintot? Az ugye a magyar GDP-nek a 6-7%-a, tehát az egyévi nemzeti össztermék. Körülbelül, igen. És mostanában mit csinál vele? Hát megpróbáljuk csökkenteni a kockázatainkat. Nagyon nehéz Magyarország esetében. Egyszerűen az a probléma, amit előbb a jegybank elnök úr is elmondott a magyar gazdasággal kapcsolatban, hogy egyszerűen egy növekedési csapdában van benne, adósság csapdának is lehet nevezni. Én ezt egy